Magában a szót tudjuk értelmezni, de úgy gondolom, hogy nekünk ennél már sokkal több tartalommal telt fel. Ez jelenti számunkra a nőileg gondolkodást, nőként hogyan látjuk mi a világunkat, nőként hogyan boldogulunk mi a világunkban, akár a családunkban, akár más környezetben, társadalmi szinten. A címválasztást magyarázta a felelős kiadó csütörtök délután a gondozói teremben tartott labbemutatón, majd hozzátette, hiánypótló kiadványról van szó, mert megérett az idő arra, hogy Erdélyben egy olyan igényes magazin jelenjen meg, amely itthoni témákat, értékeket mutat be és dolgoz fel. Péfinciszki Andrea színművész vezette a bemutatót, ahol Jakab Ildikó a terjesztésről, értékesítésről tájékoztatta a jelenlévőket, majd Zörgő Noémi főszerkesztő beszélt a Nőileg magazin születéséről. Ez tulajdonképpen egy több hónapos folyamatnak a következménye, amikor elsősorban először az ötletgazdákkal, aztán fokozatosan a csapatba bekerülő újságírókkal, szerkesztőkkel közösen próbáltuk kialakítani a lapnak a tartalmát. Nyilván arra törekedtünk, hogy igazából minden olyan területet valahogy próbáljunk meg lefedni, ami szerintünk, és hát nyilván a piacot megnézve a nőket érdekli. A bemutatón a 26 fős szerkesztőségi csapatból sokan jelen voltak. Az újságírók mind a médiában dolgozó, tapasztalt szakemberek. Azt vallják, hogy nekünk itt Erdélyben vannak olyan művészeink, sportolóink, kulturális eseményeink, mindennapi hőseink, divattervezőink, gasztronómiai és természeti értékeink, akiket és amelyeket közel kell vinni a hazai olvasókhoz. Az Erdély nőkről szóló havilap 10 000 példányban jelenik meg, egyelőre szabad eladásban terjesztik. Hétfőtől 9 megyében Hargita, Kovászna, Maros, Kolos, Szatmár, Temes, Bihar, Arad és Brassó megyékben lesz kapható a magyar lapokat kínáló újságárusoknál. A független kiadvány teljesen saját, minőségi tartalommal jelentkezik, Székely udvarhelyen nyomtatják, kiadója a Magazin Line Kft-n. Az első lapszám címlapján Farkas Boglárka szerepel, aki Kolozsvárról indult, majd a Duna Televízió, később a Hír Televízió munkatársaként lett ismert. Írnak az áprilisban esedékes fesztiválokról, az örökbefogadás hazai helyzetéről. Rendszeres munkatársuk Dósa Zoltán pszichológus, egyetemi tanár, aki nemes mesékkel szórakoztatja majd az olvasókat. Az áprilisi számban elsősorban ugye a húsvét az egyik legfontosabb témakör, de én inkább kiemelném a húzósabb témáinkat. Nagyon-nagyon jól sikerült az arckép rovatunkban, Farkas Boglárkával az interjú, ugyanakkor a közelrőlben az Alizzal készült interjú is igencsak érdekes, és hát szívhez szóló. Ugyanakkor nagyon jó lett a divat rovatunk, ami a tavaszi trendekhez igazodóan körömlak és ruha, illetve öltözködésben nyújt igen jó támaszt az áprilisi hónapra, úgyhogy, és hát a marokkós utazással kapcsolatos cikk is igencsak hát pesgő és érdekfeszítő. A Nőileg hamarosan előrukkol az online felülettel is, de aktív a jelenlétük a Facebook közösségi portálon is. A csapat eltökélt, és bízik abban, hogy megvethetik a lábukat a médiapiacon, számítanak az olvasók támogatására, családtaggá szeretnének válni. Én azt szeretném, hogyha mondjuk most, ha 10 évről beszélünk, hogy 10 év múlva már ne csak ennyien legyünk itt, 10 év múlva már minden család számára ismerős legyen az, hogy Nőileg. 10 év múlva már várják azt, hogy mikor jön a következő lapszám. 10 év múlva az erdélyi nőknek legyen egy olyan információforrása, ami nem csak olvasmányt ad, hanem segíti őt valóban a hétköznapokban. A sajtótájékoztatót állófogadás követte ugyancsak a gondozói teremben, ahol Tóth Kati és zenekara is fellépett. Itt már kötetlenebb formában beszélgethettek a magazin jövendő olvasói és a Nőileg újságírói.